A Sóstói Múzeum faluban az újlétai magtár mögött található a tavaly ősszel átadott Nyíres falu. A másfél hektáros terület szeptember 12-én élettel telik meg, hiszen ez lesz a helyszíne a skanzen legújabb gasztrorendezvényének. Itt az évszázadokkal ezelőtt kedvelt étkeket lehet majd megkóstolni. A birkahús az hosszú lével lesz készítve, tehát az egy leves hús lesz. A kecskehús és a disznó, a sertéshús, az pedig sütve lesz. A kecskehús rácson fog sülni, természetesen szabad tűzön, és hát minden ételünk szabad tűzön készül. A disznóhús, a sertés, az pedig nyásra lesz húzva, és természetesen előzőleg különböző fűszerekkel bepácolva, és úgy fog itt a látogatók szemelátára készül majd minden ételünk. Az Ízes kalandozás a Nyíres faluban című rendezvény sajtótájékoztatóján a múzeumfalu igazgatója hozzátette, nem csupán a régmúlt ételeit lehet majd kóstolni, hanem többek között a kor fegyvereit, az íjat, a fokost és a hajítófát is ki lehet majd próbálni. Emellett lesz úgynevezett szépségsarok, ahol az esvégű hajkarika és a fejpánt készítésével ismerkedhetnek az érdeklődők. Nyíregyháza alpolgármestere hozzátette, ilyen a magyarság és a Nyíres korai történetét, gasztronómiáját ismertető rendezvény még nem volt a Szabolcsi megye székhelyen. A Nyíres az itt állt lényegében a mai Nyíregyháza helyén valamikor, egy kis árpádkori falucska, ami a legelső említése a régi Nyíregyházának, ami a nyíregyháziak, régi nyíregyháziak elődeit takarta az Árpád-korból. Ugye Nyíregyháza nem tipikusan az árpádkori hagyományőrzőknek a központja, erre vannak más olyan helyek, ahol nagyobb vagy nagy temetőket, jelentős temetőket tártak fel, viszont két éve, amióta itt van ez a falu, ez az árpádkori falu, megnyílt egy olyan idősíka a múzeumfalu részére, ahol ezt a hagyományőrzést folytathatják. Az árpádkori időutazást szeptember 12-én szombaton tartják majd, ekkor a Sóstói Múzeumfalu 10 és 17 óra között lesz nyitva.